45. rege, viad a lahó Miután Izirgul kereket oldott rókaölővadász áldozati dombjáról, hét napon és hét éjszakán át száguldott a havas tundrán, a négy holló fekete rén vontatta szánon, míg végül megpihent. Ezután igyekezett abban az irányban haladni, amerre könnyező meghagyta neki. Te napokon, heteken, hónapokon át nem találkozott senki ember fiával. Feltűnt a nagy kanyargós folyó előtte, széles volt és sebesen hömpölygő. Izirgul száguldott a partján, folyásnak felfelé. Mivel jó tevője, egy íjat és nyilvesszőkkel teli tegeszt is elrejtett a számban, vadászni is tudott, s életében először jól lakott végre. Magányosan száguldott tovább a folyó mentén. Néhány hónappal később száz rénszarvasra bukkant egy tisztáson a nagy folyó kanyarulatában. Várt néhány napot, de mivel senki emberfia nem bukkant fel, úgy döntött befogja a réneket. Életében először volt már valamie. Voltak állatai, mint minden szabadiarannak. Kunyhút készített magának, és letelepedett azon a tavaszon. Aztán nyár lett, és ősz majd újra tél. Azon a télen Izirgul sokat vadászott és erősödött. Tudta, hogy szüksége lesz minden erejére, hiszen bosszút kell még állni a rókaölő vadászon, amiért megpróbálta megölni őt, feláldozni az istenének, de úgy érezte, valami kép Tamír az idegen vadász megöléséért is néki kell majd bosszút állnia. Csak azt nem tudta még, hogyan. Egy napon, ahogy a közelben vadászott, szán és rénnyomokat látott a hóban, nem is akármilyen nyomokat. Az idegen szélső vezérrényének hat ugrása volt. Nosza, Izirgul is hajszára fogta négy holló fekete rényjét, űzte őket. S lám az idegen egyenest az ő kunyhója felé tartott. Mire utolérte már, ki is fogta saját rényeit, és tüzet gyújtott Izirgul kunyhójában. Volt ott nagy csodálkozás? amikor a fiú belépett, hát könnyezőt pillantotta meg, amint épp vizet tett fel főni egy fazékban. Rég láttalak, nevetett boldogan könnyező, s a fiú rádöbbent, hogy még sohasem látta őt nevetni. Megölelték egymást, és izirgul rénhúst sütött a találkozás örömére. Aztán leültek a tűz mellé. El kell néked mondanom valamit, kezdte könnyező, akit onnantól mosolygónak neveztek. Egy régi történetet, amit tudnod kell. Emlékszel, Izirgul, Rókaülő vadász sátránál egy napon évekkel ezelőtt megjelent egy vadász. Cserzett arcú, kékszemű, nagy darab ember. Emlékszem, komorult el Izirgul. Tamír volt a neve. Rókaülővadász vadász vendégül látta, de aztán rátámadt a szép arcúakkal együtt. Végül a hetven sátor népe halára ütlegelte és szurkálta őt. Csak nem beesteledett, mire kilehelte a lelkét. Mosolygó szomorúan bólogatott. Nos hát, izirgul. Ő volt az én édesapám. Tamír a vadász, nagy nemzetségek fia. Talán hallottál róla, a testvéröccse egy napon útnak indult, bölcsőbe való fiúcskájával, hogy megmutassa a gyermeket felesége szüleinek, kik messze a folyón túl laktak a karagaszok földjén. Testvér öcsének és a gyermeknek azonban nyoma veszett. Apám egy napon hírét vette, hogy rókaölő vadász házanépe közt láttak egy fiúcskát, aki igen hasonlít eltűnt testvér öcsére. No hát, téged akart szemügyre venni az apám, mert feltámadta szívében a gyanú, hogy öcsét a hetven sátor népe megölte, és téged a kisfiát kutyasorban tartja. Ezek szerint, mondta Izirgul, mi testvérek gyermekei vagyunk, néném. Így igaz, rókaölővadász eljött értem is, és elrabolt, asszonyául kényszerített. A többit már tudod. Nékem most sikerült megszöknem a fogságából, s nyomban ide hogy megkeresselek öcsém. Megörvendett ennek hallatán Izirgul. Az Istenekre esküszöm, néném, megbosszulom atyáink halálát. Addig nem nyugszom, míg a hetven sátor népét ki nem írtom ír túl. Végzek a rókaölő gazdával, és a szép arcúakat ágyasommá teszem. Öreg Isten engem úgy segéljen. Jól van, mosolygott mosolygó, de még erősödnöd kell, izirgul. Aludj! A szánon hoztam egy sátrat, mostantól abban lészen otthonunk. Azzal felállította a sátrat, tüzet rakott benne, és megvetette a fiú ágyát. Aludj, pihenj, én gondoskodom róla, döcsém. Mostantól a bosszúnak élünk mind a ketten. Aludj, erősödj, álmodj az édes bosszúról. Úgy is lett. Izirgul három esztendeig aludt, s ez alatt a három esztendő alatt még jobban megerősödött. Felébredt, kinyújtóztatta a tagjait, és felfalt mindent, amit a nénje elébe tálalt. És most elindulok, néném, megkeresem rókaölővadást, és megvívok vele. Mosolygó a fejét ingatta. Most még korai lenne, öcsém. Várj még egy évet, erősödnöd kell, addig gondom lesz rád, ne aggódj. Várd meg, míg eljő a te időd. Úgy is lett. Izirgul kerek egyesztendőn át aludt még, aztán amikor felébredt, kinyújtóztatta tagjait, és felfalt mindent, amit a négy elébe tálalt. De most már nem várok egy szívdobbanással sem tovább, rögvest indulok. Jól van, jól van, felelte mosolygó, de hallgass rám, öcsém. Ne a saját rényeidet vigyed, ne a négy holló feketét, vidd az én rényeimet, az én szánomat. Ugyan, néném, csak nem fogok női szánnal utazni, jó lesz nékem a négy holló rénem, majd azzal keresem meg rókaülő vadászt. Hiába könyörgött mosolygó, hogy az ő szánját vigye az ifjú, az bizony nem átkötélnek. De mosolygó csak nem adta fel. Hallgas rám, öcsém! A négy szarvatlan holló rén rövidebbet ugrik, mint az én kedves rényeim. Ha valakitán üldözőbe venne, biztosan utól is ér, majd meglásd. Hiába, Izirgul befogta a négy szarvatlan holló fekete rént, a szánra készítette fegyvereit, íját, tegezét, szörméit és némi élelmet. Ahogy búcsúzkodtak, mosolygó, akit immár ismét könnyezőnek hívtak, így szólt, keserves könnyeit hullajtva. Kedveském, de nagyon sietsz, pedig tudd, mostan meghalni még. De Izirgul nem rettent, oda csördített a türelmetlenül rúgkapáló réneknek és búcsút intett nényének. Elszánt volt és mindenre készen állt, hogy bosszút álljon. A jó szerencse ezúttal hamar melléje szegődött. Ugyanis éppen hét napja és hét éjjel hajtotta a szánt megállás és pihenés nélkül, amikor egy kora reggeli órán egy igen magas, behavazott dom tetejére érve megpillantotta távolban egy feléje közeledő szánt. A szíve rögvest hevesebben kezdett dobogni, és ösztöne súgta, készüljön hamar, mert ez az ember nem lesz más, mint ellensége, rókaölővadász. Úgy is lett. Ahogy a hatalmas termetű, izmos, vörösképű, vöröshajú férfi a közelébe ért, ravaszkás mosolyjal már intett is neki. – Kedves fiam, bejó, hogy látlak! Már tűvétettem érted a félvilágot! – Izirgul hevesen megrázta az üstökét és megmarkolta a lándzsáját. Most bezze, kedves fiamnak nevezel, te gyilkos! Nem úgy, mikor a rókaülő nemzetség áldozati dombjára vittél, hogy feláldozz az isteneidnek. Még egymáshoz sem értek, de már mindketten elhajították lándzsáikat. Mindketten találtak, és súlyos sebet ejtettek a másikon. Folyt a vér a frissen hullott hóba. De a java csak ezután következett. Birokra keltek, és gyilkos küzdelemben hemperegtek ide aztán oda. Szerencsére Izirgul olyannyira megerősödött az elmúlt esztendőkben, hogy három naps, három éjjel birkúzva rókaülő vadásszal végül nagy nehezen fölébe kerekedett. Elérkezett az elégtétel pillanata. A fiú felemelte tőrét, és szíven szúrta rókaülő vadászt aztán dühében a saját íjjára akasztotta fel a vadásztetemét. Igen kifárasztotta a viaskodás, megpihent kisé. Így gondolkodott. Róka vadász, én már halott. De a bosszum még nem teljes, hisz a három szép arcunk még ott él valahol a havas pusztán gondtalanul. Lakolniuk kell, amiért megkeserítették az életemet. Így aztán elhatározta, hogy addig nem nyugszik, míg meg nem találja a három szép arcút, és rajtuk is bosszút nem áll. A maga szánya után kötötte rókaülő két vörhenyes rényét, s útnak indult. Hogy hová ment? Na, ez már egy másik rege története.